Sziasztok! Most egy speciális videóval jelentkezem, azért ilyen késői órán és ilyen kevés fénybe, mert szeretnék mesterséges súrlófénybe mutatni valamit. Valami igazán nagy különlegességet. Ma van a Roskoványi csata 174. évfordulója. Ez a Roskoványi, vagy más néven Hétharsi csata, a 48-as forradalom és szabadságharc egy nem igazán híres ütközeten, nyilván ti se hallottatok róla. Annak okán ismert, mert ezen a helyen állították föl a legelső 48-as emlékművünket az egész Kárpát-medencében. Ez a Roskovány faluja a szlovák-lengyel határtól, a mai szlovák-lengyel határtól egy légvonalban nagyjából 20 kilométerre fekvő község a Tarca völgyében található, és a legnagyobb elnyomás időszakában, egész pontosan 1851-ben az éjleple alatt a csatának a második évfordulóján a legenda szerint a hazafias sárosi nemesasszonyok és segítőik Roskovány község határában a csata helyszínén fölállították ezt a szerény emlékművet. Ez egy 3,6 méter magas koszorúzott csonkaoszlopot formáló emlékmű volt, azért koszorúzott csonkaoszlop, mert hogy a vesztes csata hőseinek is jár a koszorú, hiszen ezt a csatát a cári seregekkel szemben elveszítettük. És most menjünk közelem. Itt láthatók az emlékműnek a különböző kövei. Ezek például az emlékműt körülvevő 10 lánc tartóoszlopai. Itt látható maga a koszorúzott csonkaoszlop, rajta a koszorú, méretes darab, és ez az emlékműnek az alsó tömbje, amiről most hiányzik az emléktábla. Ennek az emlékműnek az a különlegessége, hogy 1918-ban a cseh légiósok ledöntötték, és ennek a kis szlovák falunak a lakói, a roskoványi szlovákok elásták, hogy megmentsék az utókornak. Na most ahány visszaemlékezést találni a roskoványi emlékmű fölállításáról, annyi féleképpen mesélik ezt a híres történetet. És ahány visszaemlékezés, annyi féle interpretáció létezik arról, hogy volt-e ennek az emlékműnek fölirata. Egyesek azt mondták, hogy az emléktáblán csak egy évszám szerepel. Mások úgy írták le, hogy az emlékműnek nem volt fölirata. Megint mások állították, hogy az emlékműnek igenis volt fölirata, és ezt a föliratot idézték is. És képzeljétek el, hogy amikor ezt az emlékművet kutatásaim során az elásott helyszínen 2020-ban megtaláltam, és egyesületünk csapatával ki is ástuk, és kimentettük onnét, ma már a restaurálás vastag munkája el van végezve rajta. Nos, akkor a felszínre kerüléskor derült ki, hogy mi is a helyzet ezzel a fölirattal. Erre a középső kőre volt ráhelyezve a koszorúzott csonkaoszlop. Képzeljétek el, hogy az oszlop alatti tányér alakú felületen, ott, ahol nem látja senki, csak a megrendelő és a kőfaragó, esetleg a csata 150 magyar áldozata az égből, ott volt elhelyezve a titkos fölirat. Nézzük meg együtt. Megvilágítom súrlófénnyel. És így el lehet olvasni, hogyha a kamera fölülre emelkedik. Azt írja. Az elesett honvédeknek készítette D.51. Hát ez a roskoványi emlékmű rejtett föliratának története. És hát most fogom elmondani, vagy bejelenteni, hogy a Nemzeti Örökség Intézetével összefogva ezt az emlékművet az eredeti helyén újra fogjuk állítani, mégpedig a csata 175. évfordulójára. Tartsatok velem, tartsatok velünk akkor is!